Jó estét kívánok! Még egy hónapig biztosan nem megy csődbe Görögország. Az aténi kormánynak november közepéig van elég készpénze a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez. A nemzetközi hitelcsomag soron következő 8 milliárd eurós részlete nélkül is. Korábban attól tartottak, hogy már októberben beállhat a fizetésképtelenség. Ugyanakkor kiderült, hogy Görögország nem tudja teljesíteni az idei évre tervezett államháztartási hiány célját. Ez azonban nem zavarja a görögöket, ahol most éppen a repülőtéri dolgozók sztrájkolnak. A luxemburgi székhelyű Dexia bank lehet a görög adósságválság következő áldozata. A francia és belga tulajdonú pénzintézet közel 4 milliárd euró értékű görög államkötvényen rendelkezik, miközben a saját tőkéje nem haladja meg a 2,5 milliárd eurót. A Dexia részvényei néhány óra alatt 10%-ot estek, amikor hétfőn Athénben bejelentették, hogy a görög adósságkezelés eddig nem hozta meg a kívánt célokat. A bank megingása a rossz hír az európai kormányoknak. A Dexia ugyanis eddig nem szerepelt a veszélyeztetett bankok listáján. Most azonban úgy tűnik, hogy a befektetők megijedtek, bár a belga pénzügyminiszter igyekezett megnyugtatni mindenkit. A nyáron tíz európai bankról állapították meg, hogy igazán bajban vannak. A Dexia nem volt ezek között. Ezért a mostani helyzetet nem belső okok, hanem az adósságválság okozta, közölte a miniszter, aki szerint a kormány 100 ezer euróig garantálja a betétesek pénzét. Rossz hír azonban a bank számára, hogy Görögország nem képes tartani az európai mentőcsomag fejében vállalt kötelezettségeit. Atén már csak 30 napra elegendő készpénzzel rendelkezik. Az európai pénzügyi vezetők mégsem számolnak az államcsőd lehetőségével. We had... Mindent megteszünk azért, hogy Görögország az euróövezet tagja maradjon. Határozottan cáfolok minden olyan híresztelést, ami a görög kilépés lehetőségéről szól, mondta az európai vezetők nevében a luxemburgi miniszterelnök. A görögöket azonban nem az európai bankok, hanem a saját helyzetük érdekli. Az országban ezért tovább folytatódnak a megszorítások miatti sztrájkok. Most a repülőtéri és a minisztériumi dolgozók szüntették be a munkát.